Sziasztok! Újra cicás videó lesz, és most ezért is álltam neki, mert négy van, nem is három. Mert tegnap este születhetett egy másik, egy vörös. Ugye ott van a foltos, itt van a fekete fehér, ami most már tényleg fekete fehér lesz, és nem cirmos. És itt van a két vörös, amiből szerintem ez a legfiatalabb. Na most mit szeretnél, cica? Négy van. Mondja meg valaki, hogy ez így hogy. Mert az még jó, hogy a harmadik az bent volt még a macskával, de ez ma születhetett. Többiek meg tegnap született. Ez úgy éjfél körül születhetett. De hát most már négy van. Hát remélem nincs benned. Nem mintha én tudnám érezni, de szerintem nincs benne. Aztán kiderül, hogy lesz még benne, vagy hat. Jó, hát nem lehet benne már. De még kettő elfér benne. De volt egy másik macska, csak az meghalt. A fiatalabb volt. Annak elsőre öt született, és abba halt bele, hogy túl késő, vagy túl korán kezdett el szülni. Azaz keresztülettek lettek a macskái, és utána megint terhes lett, és azokat már nem tudta megszülni. Már belehalt. Olyan gyönyörű ez. Ez az én kedvencem, meg ez a másik fotós. Mindig ilyen cicát akartam. Hát, hogy melyik az apja, azt én meg nem mondanám. Mert ugye tudhatjátok, hogy a macskáknak több apjuk is lehet. Lehet, hogy volt egy vörös, és a vörösből keves, vagy több ilyen gén ment át, a feketéből meg csak ennyi, és abból meg csak egy született, vagyis a fekete fejéből. Lehet, hogy az is egy másik macskáé, de lehet, hogy cica mama fehérre ment, mondjuk cica mamában nagyon kevés a fehér. A cica mama egy foltos cica. Tyuk. Ok. Még egy. Mindegy. Igen, hát mondjátok meg ismerőseiteknek, mert ennyi macskát nem tudunk tartani, mert főleg, hogy most már négy van, még kettőt talán el tudtunk volna tartani, de négyet azt már nem. Mondjuk úgyis csak három lenne, de már szerintem őt fogja választani a szomszédnéni. De, vagy őt. De szerintem a másik kettőt is nem választaná. Mert neki ugye meghalt. A cicája, ezért lesz neki egy másik. Na de, ennyi is lett volna az videó. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!